Sziasztok, Csebe vagyok, ez itt a Balabort 5. napja, jelenleg éppen 11:21 van, és éppen elhagyjuk a szállodánkat, és elindulunk Balatonalmádi felé. Szépen lassan elhagyjuk Siófokot, már mentünk 3 kilométert, egyébként a mai táv is Almádig, ugye nagyjából 35 kilométer, mint tegnap. Az idő jó, az út jó, a lábunk csak picit fáj, úgyhogy minden király. Az első 5 kilométerünket sikeresen lenyomtuk fél órán belül, ami egész jó eredmény. Mondtam, hogy jók az utak. Na most már nem jók az utak. Itt megyünk az útszélén ezen a kis csíkon, mert egyedül ez a használható. Hamarosan megvan az első 10 kilométerünk egész jó idő alatt. De most megpihenünk egy picit. Elérkeztünk a déli part első és talán egyetlen nagyobb emelkedőjéhez, úgyhogy visszük a deszkákat. Ha jól gondolom, akkor valószínűleg az ott Almádi, és oda megyünk. Végre lejtő! Éppen a Balaton keleti csücskében vagyunk egyelőre a Balatontól eltávolodva, de hamarosan áttérünk az északi partra. Ezen az emelkedőn felülni hatalmas szívás, nem azért mert meredek, hanem mert nagyon-nagyon hosszú. Itt most lejöttünk egy hosszabb lejtőn először. Ültem a deszkán, aztán fölálltam, úgy nagyon rossz volt, úgyhogy visszaültem, de a fékezés a végén, vagy hát nem fékezés, a megállás a végén legalább jól sikerült. Ma pedig itt ebédelünk. Megebédeltünk és folytatjuk az utat Balatonalmádi felé. Már több mint 20 kilométert jöttünk, úgyhogy a nagy részén túl vagyunk. Egyáltalán nem is meredek a lejtő, de leültünk a deszkákra, mert ez így sokkal bukásabb. Hamarosan odaérünk Balatonalmádiba, már 31 kilométert jöttünk, szóval nem lehet messze, sőt lehet, hogy itt ezek a házak már Almádihoz tartoznak. Ez már itt nagyon Almádi környéke, és folyamatosan fölfele kell menni. Fölmásztam egy szalmabálára, hogy csináljunk Instagramra képet. Úgy néz ki, megérkeztünk Almádiba, és most megkeressük a szállásunkat, és természetesen most is fölfele kell menni. Szóval már egy ideje megérkeztünk a szállásra, ma egyébként 35 kilométert mentünk 5 óra alatt, egyébként nagyjából minden nap ilyen 5-6 órát utaztunk. Most csak itt így el vagyunk, meg netezgetünk, a jó kis Vodafone-os 4G-nkkel, ami egyébként mindjárt lemerül, mert egész nap ezt használtuk.
aztán meg én el szeretnék menni strandolni, meg ilyesmi, de erről még Gergőt meg kell győznöm. Elindulunk a partra azzal a célra, hogy majd fürdünk, vagy vízibiciklizünk, vagy ilyesmi, viszont oda ezt a kamerát nem viszem, csak a GoPro-t, mert az vízálló. Tök jó a víz, és innen nagyon szép Balaton Almádi, viszont egyedül vagyok, mert Gergő nem hozott fürdőnadrágot, úgyhogy ő nem jött be, tehát egyedül úszkálok. Megérkeztünk a strandolásból, pontosabban csak én strandoltam, mert Gergő nem hozott fürdőnadrágot és a parton üldögélt. Gergő, milyen volt a parton üldögélni? És egyébként ezzel szinte véget is ért a napunk, úgyhogy ennek a videónak is vége. Holnap lesz az utolsó nap, holnap megyünk Tihanyba, úgyhogy én már izgulok. Szóval találkozunk holnap, sziasztok!